Ügyvédeivel beszélget Péterfi Attila a pécsi törvényszéken. A Baranyai megyeszékhely polgármesterének egyik védője a Pécsi Nemzeti Színházban végzett átvilágítást, írja a Pécs Aktuál. A lap a munkáért kiállított ügyvédi számlát is bemutatta. Mint írják, titkosított, hogy pontosan miért kapott 705 000 forintot egy hónapi munkájáért. A Fidesz városházi frakciója szerint sem tiszta az ügy, ezért a pécsi jegyzőhöz fordultak. Több gyanús körülmény is felvetődött, és a Fidesz frakció emiatt a mai napon Lovász István jegyző úrhoz fordult, és azzal a kéréssel fordultunk jegyző úr felé, hogy a színházi átvilágítás, illetve Sárdi Csilla ügyvédnő valamennyi szerződését, a teljesítési igazolásokat és az átvilágítás teljes dokumentációját bocsássa frakciónk részére. A képviselő azt mondja, összefüggés lehet a polgármester ügyében tevékenykedő, védő személye és az átvilágítást végző jogász csapat között. Egészen biztos, hogy van összefüggés. Polgármester úr, jól látjuk, hogy egy meghatározott ügyvédkörrel dolgozik együtt, akik egyébként a Magyar Szocialista Párthoz, a baloldalhoz kötődnek. Mi úgy tudjuk, hogy ez az ügyvédnő is ebbe a szocialista hátterű jogászbrigádba tagozódik be, és onnan került ki. Tehát ilyen értelemben mindenképp van egy elég komoly összefüggés. Az, hogy milyen munkát végzett a megbízásért cserébe, az egy külön történet. Erre vagyunk mi is kíváncsiak. Jó lenne, hogyha polgármester úr nem titkolózna. Mint ismert, hétfőn hirdettek ítéletet a pécsi polgármester által indított becsületsértési ügyben. A civilek a Mecsekért mozgalom szóvivőjét perelte be Péterfi Attila, aki szerinte hazugságokat állított róla. A bíróság azonban a szóvivő javára döntött első fokon, és azt mondta, nem állított hazugságokat, és nem követett el becsületsértést, Vice Csilla szóvivő. A polgármester fellebbez, jelentette be az ítélet hirdetés után.